Meteorológusként a mezőgazdaság számára bármennyire is szeretném azt mondani, hogy az Alföldre érkezhet tartós és kiadós mennyiségű csapadék. Sajnos az előrejelzések tükrében ezt nem tudom megtenni. Ez a hét sem a csapadékról szól, annál inkább a hét második felében az újabb kánikula, ami azt jelenti, hogy egyre több helyen bizony ismét 35 fok közelében vagy körül alakulhat a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok az M1 nézőinek, Tóth Tamás vagyok. Most átmenetileg egy újabb, gyengülőben lévő hidegfront hoz átmeneti felhősödést, a hidegfrontok után pedig gyakran a kiszáradó légkörben az égbolt színe is megváltozik, ilyen mélykék égbolt a tiszta levegőre utal, ilyenkor pedig akár ilyen lencse alakú felhők is kialakulhatnak, vagy olyan vékony párnafelhők, amelyeket szintén láthatunk Györkő Zsombor képén, Orfű közelében készítette. De egy-egy ilyen hidegfront során általában az ország északkelet részén a felhőalap olyannyira lecsökkenhet, hogy ilyen nyári köd is kialakulhat a kékestetőn, ami azt jelenti, hogy ilyenkor az ország teteje bizony felhőbe kerül. No, egy ilyen pillanatot küldött el nekünk Szabó Cimbalmos Jánosné egy kékestetői kirándulás során. Nagyon szépen köszönjük, akár ma is felhőbe kerülhet átmenetileg a csúcs. Várjuk természetesen a további időjárással kapcsolatos tudósításaikat is, és hogyha megnézzük, akkor ugyan elég sok felhő látszik ezen az előrejelzésen, tehát a most még kevésbé felhős körzetekben is növekszik a felhőzet, azonban az Alföldön nagy területen továbbra sem elegendően vastagok ezek a felhők, hogy számottevő csapadékot adjanak, néhány záporos gócot leszámítva. Intenzívebb gomoly felhőzet képződés, és ezáltal pedig csapadék elsősorban láthatjuk itt az észak-keleti területeken, főként a hegyvidékek környezetében várható, illetve a délnyugati-nyugati ország részben is több csapadék góc megjelenik, ami átmenetileg öntözheti, locsolhatja a földeket. A hőmérséklet ma még többnyire vagy nagy területen 30 fok alatt alakul, sőt a Nyugat-Dunántúlon 25 fok közelében lesz mindösszesen. Így tehát a vízhőmérséklet ma számottevően még nem változik, de a következő napokban mindenképpen emelkedik, és ezzel együtt a levegő hőmérséklete is, pontosabban fordítva, hiszen a levegő hőmérsékletének emelkedésével párhuzamosan növekszik a vízhőmérséklet is. A hét közepétől köszönt be, újra láthatjuk az országos kánikula. Talán csütörtökön alakulhat ki néhány zápor vagy zivatar. Nyáron az időjárás jelentésekben gyakran együtt hangzik el a zápor, illetve a zivatar kifejezés. Megesik, hogy ezeket a köznyelvben szinonímaként használják, vagy éppen összekeverik, pedig a két fogalom különböző jelenséget takar. Zápor a nyári fél évben gyakori, általában kisebb területet érint, esetenként heves, rövid ideig tartó csapadékhullás, ezért előrejelzése sem könnyű feladat. Fontos megkülönböztető jegye, hogy a cseppméret rendszerint nagyobb, mivel gomolyos szerkezetű felhőkben alakul ki, ahol a feláramlások sokkal erőteljesebbek, mint rétegfelhőzetben, amiből az eső esik. Zivatarnak pedig magát a légelektromos jelenséget nevezzük, ami kizárólag úgynevezett cumulonimbus felhőkben, töltés szétválasztódási folyamatok eredményeként létrejövő ívkisülések, tehát villámlások és a hozzájuk szorosan kapcsolódó dörgések kísérik. A zivatarokat gyakran átmeneti szélrohamok, felhőszakadás, esetenként pedig jégeső is, mint kísérő jelenség párosul hozzájuk. A radarképeken például egy mobiltelefon segítségével egyszerűen nyomon követhetjük a zivatarcellák mozgását. Élettartamuk, ha úgynevezett egycellás zivatarokról beszélünk, ritkán haladja meg az egy órát. Kedves nézők, én ezekkel az érdekességekkel búcsúzom önöktől, viszontlátásra!